Szerintem a legfontosabb, hogy nem kell félni a szakkori kifejezéstől. Én amikor először meghallottam, akkor azt éreztem, hogy ha valami tudományos, akkor ez nem feltétlen való nekem. Aztán elkezdtem beszélgetni sziszesekkel, elkezdtem programokra járni, és minél inkább belekerültem ebbe az egész körforgásba, annál jobban azt éreztem, hogy ők is csak ugyanolyan egyetemisták, mint én. Ha az a kérdés, hogy mi a különbség a diákszervezetek meg a szakkollégiumok között, erre azt tudom mondani, hogy sokban hasonló a kettő. Hasonló abban, hogy ugyanúgy egy nagyobb közösségnek leszel a tagja, ugyanakkor teljesen más, mert itt együtt lakunk. Tehát egy teljesen másik nexus alakul ki az emberek között. Számomra tök fontos az, hogy itt a Koliban nem csak egy Neptunkód vagyok, odafigyelnek rám, és számít a véleményem. Itt nem csak abban a 4-5 órában vagyunk együtt, amit mondjuk egy szakmai program keretében együtt töltünk, hanem együtt is lakunk, megismerjük egymásnak mindenféle örömét, bánatát, megismerjük a nehezebb és a jobb pillanatait is, tudunk egymásnak segíteni ebben, úgyhogy maga az együttlakás vagy a kollégium az egy teljesen új tényező, hogyha a kettőt össze akarom hasonlítani. Azt mondom, mennyi időt veszel a SZISZ az relatív? Igazából van egy szakmai minimum, hogy fél évente egy SZISZ-es kurzust kell teljesíteni, ez olyan, mintha egyetemen lenne egy órád, amit kicsit mélyebben, interaktívan, kiscsoportosan dolgoztok fel. Én rengeteg időt szeretek lenni, barátaimmal főzőcskézni, túrázgatni. Ezen felül pedig igazából amennyit beleteszel, annyit kapsz a SZISZ-ből. Először nekem nagyon fura volt, nincs testvérem, soha nem laktam együtt mással egy szobában, nem voltam kollégista, és egy kicsit óckodtam is tőle, hogy hú, most nekem be kell ide költöznöm, és megmerem kockáztatni, hogy az egyik legjobb feeling az az, amikor együtt laksz két másik emberrel. Be tudod őket engedni a saját életedbe, ők is beengednek téged az ő életükbe, és egy életre szóló barátság tud köttetni. Együtt tanultok, együtt társasoztok, együtt bulisztok, szóval minden szépségét magával hordozza a kollégiumi bentlakás.